Elnézést kérek, hogyha esetleg ön, aki hallgatja ezt a videót és nézi, mindenképpen vegye le a fejhallgatót, mert fájni fog a beköszönés. Jó reggel, Vietnám! Szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő futóverseny videóval. Szerintetek kidől be ennyire a kanyarba, halljátok? Kidől be ennyire a kanyarba? Na, Csácsó, mi csőtészt, a mi újság van, gyerekek? Hát veressük neki, mint az őrültek. Gyerekek, gyerekek, egy csomó mindent kellene csinálni, mert csinálni. Na, figyeljetek, annyi ötletem van, hogy egyszerűen szerintem nem fogom tudni megvalósítani. Komolyan mondom. Tényleg annyi ötletem van. Meg kéne nézni, várjátok, ezek a fák, ezek nem az enyémek itt a végébe, ezek a csodálatos nyírfák, mert akkor ezzel is lehetne pénzt keresni a képernek. És elindítom a munkást, bármit mondok, nekem kell a munkással futni. Megtrágyázott gyom, figyeljetek, érdemes lenne megtrágyázni, kultiválás előtt is lehetne azt, ugye? Ha miért ne lehetne? Ne viccelj a képer. Te nagyon tudsz valamit, hogy trágyázni ne, várjatok, viszont... Viszont azon gondolkozok, hogyha letrágyázom, és utána kultiválás, utána levetem, akkor meg is lenne a 100% trágyázás, és utána már nem lenne rá gondom. Úgyhogy srácok, ezek valószínűleg úgy fog történni, így fog történni. Hú, annyi tervem van, hogy az megőrülök egyébként, annyira megőrülök ettől a játéktől, annyira imádom, srácok. Ezt egyelőre hozzuk ide, el kellene mennem tankolni mindenképpen, mert bajok lesznek itt, higgyétek el. Az MTZ-t megtankolunk. Megtankolunk az MTZ-t. Az a szituáció. Hol az MTZ? Az MTZ nagyon messze van. Azt a betyáró is. Ne pörgesd el a videót, amikor ér a képer az MTZ-vel a tankoló helyre. Mert ráverek a seggedre, testvérem, ne vicceljél. Hát remélem, hogy gyerekek ebben lett üzemanyag. Egyébként, hogy kilépsz, meg belépsz a játékba, akkor lesz a gépekben valamennyi üzemanyag. Figyeled? Esküszöm, hogy több van benne. Lehet, hogy van ilyen feature a játékban, nem? Elképzelhető, ki tudja, hogy mi történik egy gyerekek. Na jó, van, megyünk, mert szemet kéne hordani, de nem ezzel a pótkocsival, hanem a másikkal. Meg kéne menni a laptopot egyébként már, amit még mindig Demon Hill ugye ajánlotta a kipornák, hogy a laptopot vegye meg, mert azzal lehetne konfigurálni a dolgokat, mert ugye ebben nem tudom belerakni a dolgot. De hát nincs semmi baj, egyébként gazdagság lesz, most már, most kezdem így élet, júj, sorskártyanapban mi? A gazdagság lesz a francokat. Hú gyerekek, sorskártyanapban, úgyhogy nagyon-nagyon félek. Hogyha kiúzzuk, hogy elvesztünk egy földet, akkor nem gazdagság van, akkor szegénység lesz. Úgyhogy várjunk. Várjatok. Nem jól feleljön a képből. Egyszer már egyébként eljöttem erre én hülye, ugye? Te, hallod, mi van itt? Legalább földerítem, mi van itt? Valami van itt. Az mi? Mik azok a römkök? Várj, legalább megnézem, hogy mi van itt. Érdekel úgyis. Mik ezek a römkök? Mik ezek a földek? Baza, erre életemben nem is jártam. De egyébként jártam, mert itt szoktam elmenni mindig. Letipperom a repcédet, testvérem. Egyébként azt mondtátok, hogy a repce az baró jó pénz. Meg azt mondtátok, hogy az árpa baró jó pénz, úgyhogy ebbe a kettőbe fog gondolkodni a keeper, a repcébe, meg az árpába. Letépjük a szomszéd földjét, annyi baj legyen, gyerekek. Nincs egy semmi gond. Mi van a izével? Oda nézzetek, halljátok. A föld, amit itt hagytam, az ilyen alapotban van. Gyöppös akármi lett belőle. Te édes Istenem. Várja. Hát a Combine az már most megtelett. Gyerekek, annyi eladható cuccom lesz, mint az állat, és valószínűleg bele kellene pörgetnem majd az időbe. Mert ugye éppen megy fölfele a kukorica ára. Úgyhogy azzal kellene foglalkozni. Igen, le kell cserélnem a pótkocsit, most azért megyünk ide be. És a repülő mindig itt húzza el, azt hiszem, hogy airdrop-ban. Ja, viszont, srácok, ezt majdnem felkapcsoltam az elejére egyébként. Mert ugye az elején azt hiszem van egy vonószemünk, és annyira ráhajtottam erre, hogy olyan sikerült. Kicsit tök jó belső nézetetek. Aj, de jó gyerekek, és olyan. Imádom ezt a játékot. Komolyan mondom, imádom ezt a játékot. Miért lehet ennyire szeretni? Miért lehet ennyire szeretni a Farming Simulatort? Egyébként tök hozzájárul az, hogy ilyen story stílusban játszunk, meg ilyen nagyon nehezen az elejéről indulva játszottunk. Ugye fönn van a magasítón, fönn van. Jaj, de jó, hogy kivágtam itt ezt a fát, gyerekek. Oké, adjuk neki.
És el is kellene, ja, el kellene adni minél hamarabb. Gyerekek, tele leszünk Glowéval, érzem. Szerintem érdemes volt megvenni azért ezt a nagyföldet, és nézd meg! Szerintem a Combine ezt jól fogja aratni, nem? Bár mondjuk nagyon nem engedtünk neki még érvényesülni. Úgy gyerekek, kell tankolni mindenképp, mert úgy látom, hogy le fogunk amortizálódni, úgyhogy el kell menni. Ezt lehet, hogy itt hagyom neki. Ide állunk. Lekapcsolok, én elmegyünk tankolni, mert itt bajok lesznek gyerekek. Ugye kettő ürítés belefér abba, szóval akkor még nyugodt. Látok? Menjünk, itt ki tudunk menni. Mindig elfelejtem, hogy itt ki tudok menni. És végre ez a kombány milyen gyorsan ürített, láttad? Ja, itt kimegyünk. Hú, gyerekek, érzem a pén szagát, ahogy jön, csak nehogy kifúzunk valami olyan sorskártyát, amelyik olyan be fog tenni nekünk. Ne kell menni benzinkútra, azt hiszem itt a benzinkút egyébként. Üzemanyag töltő állomásra, mert nekünk nem kell benzin, nekünk a jó öreg dízel kell, ugye? Egyébként pont azon gondolkoztam, most így meg eszembe jutott, hogy azért annyira igénytelenek és puritának és mindig jól működőek ezek a gépek, tudjátok mert? Mert nulla elektronika, hallod? Ezekben még nem volt elektronika, ezekben még nem kellett semmi. Na hol tudok itt tankolni? Hogy van? Akárhová beállhatok? Pont nem jó helyre állhatok szerintem. A kettő közé kéne? Ezen a mappon még nem tankoltam üzemanyagot. Aha. Oké, srácok, meg is tankoltunk. Majd a többi gépet is természetesen el fogjuk hozni. Egy ilyen bölgyön zakatol a vonat. A Keeper megy neki mindennek, mint az őrület. Oké. Fölvesszük a pótkocsit. És most nagyon meg fogjuk gondolni, hogy mit vegyünk. Lehet, hogy egyelőre még traktorra nincs szükségünk. Viszont... földre azért lehet szükség. Figyelj, traktor, kombány nem kell, ugye? Vetőgép nem kell. Kultivátor, hát elég kicsi, de azért inkább sporulási van. Ja, lehet, hogy inkább még egy kultit, hogy két traktorra kultizzunk? Nem tudom. Lehet, hogy a kultit ezt már meg is küldhetném, vagy a... Ja, először azt mondtuk, hogy trágyázunk, szóval nem küldjük meg a kultit. Gyerekek. Milyen jól néz ki a pót... Egy pótkocsit jól tud kinézni a földön, komolyan mondom. Ugye? Jó, figyeljetek, ez maradhatna itt. 60%, tehát... megfordul a kombájn, akkor le is ürítünk. Nézzük meg, hát körülbelül vagyunk a felénél? Hogyan lennénk a felénél? Nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek. Tök jó. Oké, figyeljetek, akkor inkább én csinálom a munkás helyet. A trágyázást. Azt hiszem, hogy lehet ilyenkor trágyázni, ugye? Mondjátok, hogy lehet. Jó. Ja, csinálom ezt, és akkor ugye nem kerül ez pénzbe. Ez nekünk tök jó lesz. Közben ürítünk majd, elvisszük a szemet, és akkor trágyázok tovább. És esetleg akkor a kultit fogjuk majd megküldeni gépi munkásra. De hát minek? Minek? Dolgozzunk mi is egy kicsit. Igazából amikor nincsen semmi más dolgunk, akkor kellene dolgozni. Egyébként még egy pótkocsi is jó lenne, kettő pótkocsit húzni, csak az a baj, hogy a traktornak az ereje az nem lenne elég hozzá szerintem, úgyhogy az lehet, hogy bajok lennének. Jó, és akkor így meg lesz, kultizás után meg lesz a mi következő. El kell menni ezért a műtrágyára. A műtrágya az elég gyorsan fogy, azért kell elmenni, de lehet, hogy hozunk. Hoppa. Várjátok az MTZ-be, jár a motor. Én bírom ezt a külső nézetet, amikor látom az embert, mert tök vicces. Na kíváncsi vagyok, hogy fog fordulni ott a föld végébe. De látjátok, a kombájnnal volt baj. Úgyhogy mindenképpen jó, hogy a dont lecseréltük. Be fog tolatni teljesen? Nem. Nem. Akkor mégsem a kombájnnal volt baj. Jó, mindegy. Oké, megcsináljuk azt a végén, nem lesz nagy gond. Oké, srácok.
Maintenu visszafele, visszafele. Oké, jó, lefogja az egészet. Azt néztem, hogy lefogjuk-e így az egészet. Nem fogjuk le. Kicsit odébb kell mennem. Az MTZ jó, mert pont holtérben van, ahogy látom. Talán el tudunk úgy süttyenni mellette, hogy... Hát ott kimaradt miatta. Ja, egy nagyobb műtrágyázót egyébként lehet, hogy kellene venni. Ezt már jó pár résszel ezelőtt is írtátok, hogy ez eléggé nem túl széles. A permetezőm az jó, de ez a műtrágyázó, ez eléggé kaki. Jaj, üríteni kellene, mert az már meg fog telleni. Meg vinni is kell eladásra, meg bele kellene pörgetni az időbe is, úgyhogy csomó mindent kéne csinálni, gyerekek. Úgyhogy ezt lehet, hogy ezt átadom a gépi munkásnak, átülünk az MTZ-be, leürítjük a kombányt, mert tudja, hogy meg fog telleni, meg is tellett szerintem már most. Ó, jól néz ki az MTZ-t sem. Leürítjük, bele kell pörgetnünk az időbe, ugye? Megnézzük, hogy mennyi az annyi. Kukorica. Be is állt 1364, tök jó. 1364, hol? Gabonamalom. A gabonamalom az meg... Az meg valamelyre arra lesz. Azt hiszem, hogy ott volt valamelyre. Ott van, igen. Jó, oké. Jó, a gyerekek, frankok vagyunk. De tök jól néz ki egyébként ez az MTZ-nek az eleje. Nagyon tetszik az egész. Ja, meg a Krisztára majd egy burkolatot kéne. Egyébként az ilyen tipikus földmunkás gép, szóval azért elboldogul az. Itt meg már majd meg kell állítanom, mert bele fog bonyolódni a dolgokba. Jó. What? Jó, visszük a gabonamalomba, 10 000. 10 000 van benne, gyerekek, és felénél nem nincs az aratás, nagyon frankó. Jó, hát a végén hagy ez is, de ugye nem mindegy, hogy mekkora földnek a végén hagy. Egy kicsinek vagy nagynak, szóval. Ez tök jó. Egyébként a gabonamalomba lehet, hogy el tudok fenni földes úton. Nem kell kivennem a izére. Nem kell kivennem aszfaltra, se nézzétek, itt szépen végig billegünk. De jól néz ki, jaj, nézd meg! 10 tonna kukorica gyerekek, vagy 10 000 liter jobban mondva. Azt hiszem itt végig lehet venni gabonamalomig, majd mindjárt meglátjuk. Ez tök érdekes. Tök jó, hogy a földes úton végig lehet billegni. Itt azt hiszem, hogy át tudunk menni ugye a vasúti híd alatt. Egyébként ezeket a földeket meg kell vennünk gyerekek sorba. Ez hatalmas lenne. Meg főleg, hogyha ide gabonamalomba hordanánk, ez egy ilyen központi része lenne ennek az egésznek. Várjátok, itt megnézzük, hogy merre lehet levenni. Aha. Azt mondom, itt te figyelj, de. Na, a vasúti híd alatt. Úgy, Franco. Itt föl. Úgy, gyerekek, szerintem van ennek hátsó bejárat. Ja, földúton végig tudok menni, oda néz. És itt lesz egy híd, valami fa híd. Itt kéri az energy-t azért az MTZ. Itt lesz valami fa híd, és itt van a gabonamalom. Hát figyelj, hogyha az enyémek lennek a földek, akkor itt kapásba itt ki tudnék jönni egyből. Ja, nincs fa híd, hanem izé van, gázló, ajaj. Ja, hát ezt jó lett volna eltalálnom normálisabban, mert elég bajos volt. Gyerekek, hány óra? Jó, mindjárt sorskártyahúzás, el is feledkezek róla. Baró, ezeket a földeket nézd meg, a 8-as mellett vagyunk, itt a 8-as. Ott vagyunk arra, ott, ujjjjjjjjj. Ez rendesen megtolta a pótkocsit. Keresztbe kaptam a kormány, vagy a pótkocsi megtolt minket. Keresztbe kaptam a kormány, bajra belelökött minket oda. Még jó, hogy nem áradó volt. Jobban kell figyelni. Na, az a lényeg, ezt a sorföldet meg kell mennünk. Arra kéne gyúrni. Egyébként lehet, hogy arra kéne gyúrni, mert igazából ezek a gép... Figyeljetek, a kulti az, ami szar.
Nem? A kultivátorom az szar. Az nagyon... ugye az a leglassabb művelet is. Figyeljetek, ez ekkor elvileg 13 ezret ér ez az adagám. Ezt vágod? 13 ezret fogunk ez érni. Megőrülsz, figyeld! Gyerekek, a kukorica jó. Azt kell, hogy mondjam. Mi? Csí segítő. Megteltem aktá. Jaj, gyorsan kell visszamenni. Figyelj, 13.600. Húzzunk vissza. Lehet, hogy aszfaltosan egyébként jobban megéri, mert ott jobban lehet gangolni. Lassan egy Starimur vertnék. Már van 16 ezerünk, gyerekek, nagyon jó fog jönni ez. Arról jó, jobbról jó. Forduljunk ki. Ja, lehet, hogy aszfaltosan jobb. Ez a baj, gyerekek, hogy... Lehet, hogy át kéne szerelni ezt a másik pótkocsit is. Menjél már, haver, menjél már. Kivágunk a szélárnyékból. Most ne jöjjön semmi szembe. Itt van a vasúti híd. Vagy a vasúti átkelő, igen, meg a vasúti híd is. Hát egyébként ezért lenne jó venni valamit, ami hordja egyébként a szemet. De én földre jobban gyűjtenék. Hú, bár nagyon érdekel a sorskártya, mi lesz. Kíváncsi leszek, hogy lehet, hogy valami jó. Na figyeljétek, ezt mondtam. Oda néz. 8-os föld, ott van a gabonamalom mögött. Gyakorlatilag van lejárat oda. 9-es föld. Itt van nagyon nagy. 10-es föld, baró nagy. És ugye a 11-es meg a miénk, az a legkisebb. De a többi az mind nagyobb. Úristen, hallod, nagyon durva. Ez levitte a tükrünket. Tükrömet é! Jó van a kombány. Ó, pont a végén. Jó, nem. Hol a kristály? Ja, ott a kristály. A kristály meg pont mögötte. Jó, azt meg is kéne állítanom. Mert így csak eszi a pénzt. Mindig azt... Mindig olyan tök rosszul tolatok. Vagy izélek állok alá ennek egyébként. Át is ülünk a kristályba. Álljon meg. Mert egyelőre ugye nem tud menni semmiképpen. Oké, MTZ-be be. Jó vagyunk, srácok, jók. Lehet, hogy át kellene pakolnom a másik pótkocsit, és akkor kettővel tudnám hordani. Igen, mert baromi gyorsan megtelik. Mert a másik pótkocsit fázásra használtuk, át kellene pakolni. Kellene menni. Meg kellene vennünk. Hát csak ezt hagyjuk itt. Meg kellene menni, át kellene pakolni. Ja, nem is költünk rá, átpakoljuk a másikra. Ugye, hogy tudjak benne szemet hordani, igaz, hogy csak nem is tudom, 5000-es. De az is nekem tök jó lesz most. Gyerekek, aratás van, more! Törögni kell. Végre dől a pénz. De szerintem most így belegondolva, sokan írtátok, hogy jaj, már megint eladod a földet. Miért adod el a földet? Három földet volt, nem volt az olyan rossz, de belegondoltok, sokkal jobb ilyen nagy földeken dolgozni. Főleg ezeket összeszántanám, az a 11-es, 10-es, 9-es, 8-as. Hát ez egy akkora föld lenne, gyerekek. Jajjaj. Nem számoltunk a pótkocsival, annyira pörgünk ám. Jajne, jajne, jajne. Öcsém! Hallod, nekem jött. Ki volt az eleje, egyszerűen nekem jött. Ez a mesterséges intelligencia, Dick. De mi ez a nagy forgalom most? Mi történt? Mennek dolgozni? Ja, el kell vinnem ezt a pótkocsit. Ja, lehet, hogy meg kéne venni egyébként. Gyúj, forduljál. Lehet, meg kéne venni a... azt a konfigurálót. Bár aztán olyan ritkán használom, most valószínűleg egy darabig nem fogom használni például.
Ja, nem tudom, majd valamit döntünk, gyerekek. Viszont lehet, hogy hozok izét, hozok műtrágyát, ezt majd oda leborítjuk. Kéne műtrágya, mert az nagyon fogy. Ja, disznóink lennének, tudom, akkor lenne szerves trágya, azt nagyon sokan írtátok, hogy azt csináljam. Fogjuk majd valószínűleg, ott ide be kéne vágni gyorsan. Mert ez ki volt számolva, gyerekek, mi? Az majdnem elsodort minket oda a mixer. Futás, gyerekek, nagyon-nagyon pörgés van. Hú, izé, sorskártyát kéne csinálni, ugye? Konfigurálás, igen. Oké, okay. Sorskártya, gyerekek, álljatok meg! Bú, már késésben is vagyunk, úristen! Úristen, gyerekek, sorskártya! Nagyon érdekes. Valami jót húzzunk, mert most nagyon pörgünk. Jaj! Pályázatot adtál be, dobj újra, ha ismét 27-et számot kapsz, akkor megvetheted a telepet. És egyébként ez úgy zajlik egy, természetesen, ha nem 27-et dobok, akkor mindenképpen a sorskártya, amit másodszorra dobtam, mármint ugye számot, az érvényvel lép. Tehát mindenképp van sorskártya az ilyen esetekben, erről beszéltem már egy előző részben. Tehát ha nem a 27-es dobjuk, akkor az fog érvényesülni, amit éppen dobok. Szóval 27-es lenne a legjobb, ugye megvehetnénk a TS telepet, de hát valami más sorskártya is jó lenne. Oké. Okay. Úristen! Tartozik neked egy fickó, ott a kocsmában, odaérsz 50 másodperc alatt, akkor behagyhatod a pénzt. Na, ez úgy működik egyébként, ezt már kitaláltam magamba, tehát ez most nem új keletű dolog, hogy ilyenkor azt csinálom, hogy egy darab visszaszámlálót beállítok 50 másodpercre, most ezt azt csinálom egyébként, 0 perc, ez egy kicsit ilyen hosszú, 0 perc, 0, 50 másodpercre. És az akkor fogom indítani, amikor megmozdulok. Tehát visszaléphetek a játékba. Így. És az a lényeg, hogy körülnézhetek, de amikor a vastot megnyomom, nem lehet teleportálni meg semmi, akkor kell indulnom. Szóval addig nem megy az idő. Hát például azért, mert jó lenne megnézem, hogy úristen, ilyen messze vagyok, gyerekek, hogy milyen útvonalon lenne érdemes mennem. Hú, hát ez egy nagyon bonyolult, ugye, mert így kéne lemennem, és akkor így. Hát ez 50 másodperc, de szerintem esélytelen. Ha. Jó, ez gyerekek, 50 másodperc alatt, hát tényleg még nem érek. Esélytelen. Á, esélytelen, jó, esélytelen. Tudjátok, hol a kocsma? Itt a kocsma. Itt van ugye, ez a szem a kóp, vagy ács, nem, itt a kóp, szupermarket, és itt van a kocsma, el a kocsma. Innen nem tudsz eljutni, úgyhogy ezt el is engedtem, jó? Ezt el is engedtem, úgyhogy nem is nyertünk semmit, mert figyeljetek, most nekiindulok az MTZ-be, itt 50 másodperc. Még hogyha otthonról indulnék, akkor azt mondom, mit tudom én átvágni dolgokon. Ugye, itt minden, az a baj, át kell menni, nem, itt mondjuk, az a baj, van folyó is. Van folyó is, nem tudod megcsinálni. Hát lehetetlen. A vasútnál el kellene menni először itt balra, de hát az nem, figyelj, nem. Ez 50 másodperc, hát lehetetlen. Úgyhogy pont, ezt pont kifogtuk, szar helyen vagyunk, úgyhogy ez ilyen. Jó, gyerekek, ezt el is engedtem, mert ezt nem lehet megvalósítani. Főleg nem egy 36-tal menő MTZ-vel, úgyhogy amire itt leérek koráig, szerintem 50 másodpercig az én
mi az farmomig jutnék el. Ugye 36-tal megy meg, nem is gyorsul. Ezt jó, ezt elengedtem, jó? Bocs gyerekek, hogyha valaki... Ez úgy kellene egyébként, hogyha esetleg lenne az embernek egy Simpsonja, de ugye nem tabol, ez mindenképp ez a sorskártya onnan indul, amikor... ahol vagy éppen, és nem tabolhatsz, és nem teleportálsz, nem csinálsz semmit. Hát ez figyeljetek, ez ilyen, ez ilyen. Ebből milyenért veszek, mert ez mindig kell, ez nagyon gyorsan fogy. Sor is dobjuk ekkor ide. De most már belső nézetbe. Jaj ne! Jaj ne! Nehogy, nehogy! Nehogy fizéd! Az a baj, erre fel akarja rakni, bazza. Remélem, hogy nem. Na, valami csetyereg, de nem, nulla van rajta, úgyhogy talán nem történt meg, csak csetyeregteti. Meg ugye akkor írná ott a pótkocsi, hogy hány, mennyi van benne rajt, de nincs rajt. Nyugi, nyugi gyerekek, nyugi. Na ugye ez ilyen szemes pótkocsi, hogyha átpakolod, akkor fás, meg ilyen... Hű, ez hol repült? Ez repült? Nem repült, de jó. Oké. Okay. Látjátok, hogy nulla. Nulla van rá. Na most próbáljuk meg akkor, igaz? Mennyi az 50 másodperc, jó? Hogy meddig jutottam volna. Csak azért, hogy lássátok. 1, 2, 3. Most indult az 50 másodperc. Tudom, hogy mögöttem van a pót, de nem tud sokat dominálna. Figyeljetek, 10 másodperc letelt, úgyhogy kijutottam a kapun. Húsz másodperc letelt, úgyhogy a hídig jutottam. És mindjárt le fog telni. Gyakorlatilag eddig ide kellene valami epic gyors járni, és ezt azzal lehetne esetleg megcsinálni. Csak az a baj, hogy pont ott kell lenned. Úgyhogy ez lehet, hogy nem is valami nagyon szuper sorskártya, mert nem nagyon látom az esélyt fel, hogy ezt meg tudom csinálni. És most járt a gyerekek. Úgyhogy eddig tudtál volna jutni. Nem a kocsmáig. Lehet, hogy többen írtátok, vagy gondoltátok, hogy hát miért nem próbálom meg, hát azért a realitás talaján maradtunk, srácok. Na viszont megint üríteni kell, de ugye most a pótkocsi ez is működni fog. Kicsit most megakadt az aratás emiatt. Egy picivel lehet, hogy hosszabb lesz emiatt a rész. Nehogy azt mondjátok, hogy ezzel elcsaszom az időt, és akkor nem, nincsen produktív munka. Van azért még itt zsák. Hát ez mindig kell. Meg szuper, mert most van már két pótkocsim. Ugye ebbe is bele is ürítek. Ja, hát ez is azt csinálja egyébként, ezek a földek valahogy nem jól működnek ebbe a, ezen a mapon. De hát ezt majd meg tudom oldani én is, nem kell itt aggódni. Oké, srácok, ebbe bele se fog férni, vagy ezt meg is fog telleni. Jó. Hát lehet, hogy kell majd egy erősebb traktor vennem, mert... ez a 82-es... kiskabinos nem nagyon szereti egyébként ezt a kettőt együtt elhúzingálni. De szenved vele, 16-tal megyünk ám. Mondjuk az boldogít, hogy olyan nagyon messze nem kell menni vele. Ho-ho-ho-ho, hát ez nem jön össze így. Nagyon lazán akartam. Ja, majdnem. Nem hiszem, na jó. Oké, okay, le kéne üríteni, aztán kap... Jaj! Gyerekek!
Szenverés. Úristen, hát majdnem emeli az elejét, komolyan mondom, olyan érzésem van, mint hogyha egy hátra akarna billenni. Nagyon durva. Hát, hogy... Azt nézem, a izét hova érdemes ilyenkor rakni, lefele, vagy inkább följebb. Azt a vonó részt, gyerekek. Meg le kell üríttetni azt, aztán menni kell. Mit csinál az? Valamit csinál? Tolat? Gyerekek, baj van! Ez nagyon kicsi ez a gép ehhez. Lehet, hogy a kristálra át kéne pakolnom, gyerekek. Ez nagyon, ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem viszi el. Most, hogy cserélünk a kristálra, mert ez így nekünk nem, nagyon nem lesz jó. Aztán azt hiszem, hogy az több lóerő. Bajosak a dolgok, gyerekek. Nem bírja el a kettő pótot, tele kukoricával. Ez remélem, hogy jobban fog vele muzsikálni. Ez egy kicsit, egy fokkal jobban, de ez is... Ah! Jézus, nem! Gyerekek, nagyon durva! Ezt be kéne mellé állnom, de hát nem fog így sikerülni. Amint... Gyorsabb a kombány, mint én, bazza. Menjünk! Le kell gyorsulnunk, more! Állj meg, Vandor! Állj meg, ne, légy szí! El akarom vinni a szemet. Ó, gyerekek, ez a sorskártya, ez elég veszett fejszem volt. Kiúztunk kettő olyat, amelyik nem jött össze. Jó, 6%-on maradt, úgyhogy ez is jó is. Vissza beállítom, oda, szedje le, aztán utána meg leszeretjük bele a másikat. Elvisszük közben a szemet. Eladásra. Hát még egy, szerintem még egy adag lesz. Az összesen mennyi liter? 15.000 liter. Úristen, gyerekek. Úristen, hallod? Borzalmasan sok pénzt keresünk. Ez komolyan. És ezzel azért meg fogunk szenvedni most. Figyeljetek, a földöken nem érdemes elmenni, mert ott még lassabb ugye a gép. Még jobban nem szereti. Gyerekek, 15 tonnányi kukorica. Az Ethel Crystal héttel. Rugatjuk végig a izén a tarlón. Hűtés az megvan, mi? Gyerekek, kell valami erősebb gép, bazza, mert itt ezt megszenvedünk, hallod? Kell valami erősebb gép. Meg kell nézni traktorokat, komolyan mondom, át fogom nézni a traktorokat. Meghagyjuk esetleg a kristált, mit tudom én, más műveletekre, ugye, földmunkákra, de hallod, ezzel egyik gép se viszi el a kettő pótot. Pedig azért ekkora földön biztos, hogy szükség lesz rá, hogy ne egy póttal futkorásszunk. Sőt, valószínűleg, hogy fogok venni még egy remorkát. Ami... itt azért már viszi. Jó, van, oké. Okay. Hát mondjuk még... sporolni kéne, nem kéne géped venni. Ilyen 25, viszi is ez 25-től. Egy gyerekek, van ám súly azért, hallod? Rendesen érezni. Tök jó érződik. Nagyon jó érződik egyébként a súly a gépekkel. Hát ezeket mind, ezeket a földeket meg kell venni. Földekre kéne gyűjteni, nem srác? Egy azért mindenképp... Figyeljetek, nagyobb eszközöket, lehet kultivátort körülnézünk, hogy nincs-e valami. Persze, amit el is tud vinni a gépünk. Aztán meglátjuk. Egyébként nézd ide, a földnek a sarkán mennyi fa van. Ezeket azért is érdemes megvenni, mert egyébként ezek a fák azok nem érnek keveset. Most tudom, valami 10.000-et összeszedtünk el ott is, ugye? Na figyeljünk a kanyarokra, nehogy rossz fele menjek. Ilyenkor belső nézetbe tök jó el lehet navigálni. Ó, hogy mennyire szeretem én ezt a játékot, hogy a francessen bele. De nem tudom, ennek kell egy elhivatottság az ez. Gyerekek, a dombot nem szeretjük.
Héttel megy fölfele. Rúg, mind a disznó. Mondjuk jó kopott gumik vannak rajt, mi? Figyeljetek, az a gondolkodám, hogy itt jó lenne kimennünk. Az útra. Akkor nem kell megkerülnünk az egészet, vágod. Így. Jó ötlet volt. És akkor egyből be tudsz menni, az jó. Ilyenkor ugye nem csökken az ára. Ugye ránézek. Nem. Ürítés. Hát ugye ezelőtt mennyit kaptunk? 13 ezeret. Akkor most fogunk kapni valami 20... 21 ezeret. Ezre kettő ér, úgyhogy ez nem lesz olyan csúnya. Nem lesz az gyerekek. Jó, itt akárhogy üríthetsz, mert ugye lepotyog a rácson. Egy jó 21 ezer befolyik. Gyerekek, földeket tudunk majd venni. A kultivátorra gondolkozok egyébként, hogy akadályozza egy objektum, ugye ránézek. Mi történik itt? Mi van, barátok? Mi történik? Milyen objektum akadályoz téged itt? Nincs semmilyen objektum. De várjál. Kicsit. Besegítek neki, jó? Azt átrakjuk a másik helyre. Egyébként itt nem hagyott el túl sokat. Érdekes, pont azt hittem, hogy itt fog elhagyni sokat. Mindjárt megcsinálom. Ezt itt meg le. Ott egyébként, látod, a izét is meghagyta, ott a gazos is. A gyomot is. Átteszem a másikra. Jó, annyi baj legyen, hogy mit tudom én, a föld végébe egy-két kocka olyan marad. 52%-ra fölment ezen a kicsin, akkor 52%-ra föl fog kb. Azon is menni. Tehát 100% lesz, tehát ugye 6000 literünk még lesz. Ami 6x 1300, majdnem megint 10000 pénz. Dologra paraszt. Nekünk meg dolgunk van közben. Objektum, ah, megint. Hogy ez mi? Az mi? Még mindig ott marad ilyenkor? Oké, gyerekek, menjünk vissza, oké? Van 36 ezrünk. Na, jó volt a földet megvenni, vagy nem volt jó a földet megvenni? Hm? Nem mindegy, mekkora földön dolgozol mi. Viszont lehet, hogy kellene venni. Valami, lehet, hogy valami erős gép, nem tudom, mindjárt meg átnézzük, jó? Átnézzük, lehet, hogy fejlesztünk a TSM, mert akkor a földet megmunkálni. Két részen keresztül kultiválnánk, a szalán komolyan mondom. Ha most itt nekiállok én kultiválni két részen keresztül, szerintem ti befonjátok a hajatokat. Én meg főleg. Úgyhogy figyeljetek, nagy pénzek ezek, amik mondnak nekem gépek, azért ugye nem lehet nagyon akasztani. Ugye itt mentünk ki. Itt átmegyek az erdőbe. És akkor rá tudok menni az útra. Ez tök jó így. Ez a jó útvonal a gyerekek. Meg ugye hát itt egyből az első földet elérném, a 8-as földre szembe ki tudok hajtani. Ugye itt. Kapásból 8-as föld, hogyha ez lenne az enyém. Meg hát... Mondjuk szemet hordani, meg teherautó lenne jó, de akkor már legyen univerzális, akkor azért traktor jobb lenne. És akkor azért főleg a régebbi nagy traktorok, nagy teherbírásúak nem gyorsak. Tehát a szemet hordani egy rábas tejgerre nem éri meg. Hiába tudja elvinni akármilyen nehezetű is szinte, de nem biztos, hogy megteltett a magtárba az. Hogy a francba? Ilyen gyorsan. Komolyan mondom, gyerekek, itt milliókat fogok keresni, izé, 5 rész múlva. Menjünk, már gyorsan menjünk. Nem, 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 a földön nem megyek, meg nem, azért is sem érdemes, hogy a kultivált föld,
Itt ez úgy megfogja mind a vonalat. Ha nem megyünk föl célibe. Oké, okay, tolatgat. Egyébként ezt ugye össze kellene, ezt végig kéne szántanom, aztán akkor se. Ja, oké. Okay. Jók ezek a csemeték. Végig kéne csettintenem, azt akkor nem lenne vele gond. Jó, itt vagyom. Ami valós tényleg megtellik, akkor majd leürítjük. Amit kellene csinálnom, ugye, ezzel például mehetne tovább a trágyázás. Ugye? Csak ki van őrülve. Oké, okay, nézzük, mit kell csinálni. Ez benne van 98%-a. Jó, hát is veszem a navigálást, mert úgy látom, be van keveredve keményen. Kiürítjük. És hogyha leradtunk, amik segítővel fogok dolgoztatni. Ne is el, jó, jó, ne erre, nem erre. Oké, okay, ez meg ki fog ürülni a végéig, majd hogy nem, sőt ki is ürül. Átvesszük, jó, és megtöltjük. És mehet tovább. Három zsák, oké. Okay. Hát igen, ezt kellene lecserélnem. Meg a kultivátort, ez a kettővel vagyok bajba. A vető még annyira nem is szar, meg azt ugye gyorsan fut vele. Ez lassú. Oké, srácok. Miért ez? Ez valószínű megcsinálom már én, ne érje szó a ház elejét, hogy az utolsó kukorica szárat is gépi munkás csinálja. Ezt gyors learatjuk, belengedjük még a maradékot. Nos srácok, nem tudom, hogy mit kellene vetnem egyébként. Bukfencet mi? Figyeljetek, ez ugyanezen a földön meg lehet most akkor próbálni mondjuk, hogy nagyon mondtátok az árpát. És akkor ugye, ha eladnám az összes árpát, akkor kiderülne számunkra, hogy mennyi mennyi pénz jön belőle, és mindjárt tudom viszonyítani, hogy melyik érne meg jobban, a kukorica vagy az árpa. Tudom, hogy az árpának egyébként van szalmája, mondjuk egyébként lehet, hogy a kukoricát tudom vetni azzal a vetővel. Mert ez a kukorica nekem bejött, megmondom őszintén, ez bejött ez a kukó. Ez nem volt rossz ötlet. Még egész jó is vettük meg, ugye nem kellett vetni. Mondjuk trágyázni ezt kellett. De ugye nem is lett 100%-ra trágyázva, úgyhogy ennél nagyobb hozamot fog mindenképp produkálni. Úgyhogy szerintem egy 40 ezer pénzt fogunk érni legközelebb bele. De figyeljetek, eladjuk a cuccot minden esetre. Most ezt megint összeizé nem cseszem itt ezt a földet. Amikor már egyszer le van trágyázva, remélem ilyenkor azért úgy maradnám. Nem számít, hogy rászórom itt ezt a aprítékot. Na. Svájcok. A hátsóba menjen akkor. Csak a hátsó. Úgy. Jó. És akkor a kombájt be is vihetjük a helyére. Ez jó, ezt csinálja izét. Gyerekek, ez nem fordítva megy, ez a hülye.
Ajaj, meg barátom. Nem, álljál meg. Itt mennyi, ahol Mitchell el, izével letrágyázva, te szerencsétlen hülye. Ezt akkor lehet, hogy jó lesz nekünk. Komolyan mondom, ezek a munkások. Egyébként kaptam egy tök jó modot, amivel így lehet mindent állítani ilyen melósoknál, de az a baj, hogy nem volt időm még vele foglalkozni. Jó, ezt viszont elrakjuk. Ja, egy nagyobb bizé, egy nagyobb műtrágyázó és egy nagyobb kulti. Ez a kettő azért érdekelne. Ez már régen kikapcsoltam a vágóasztalt, még mindig forog. Oké. Ezt nem tudom, hogy hol rakjam, de szerintem beállok ide. Mondjuk itt meg pont akadékoskodok. Jó helyen van egyelőre. Igen, pótkocsit le kéne akasztanom, ezt a pótkocsit el kéne vinnem, mert most nem kell. És akkor visszajövünk azért, és eladjuk, jó, a cuccot. Mennyi van, gyerekek? Még bőven van időnk. Tök jó, hogy meg tudtuk csinálni az aratást, meg el tudjuk adni, meg akkor tudunk vásárolni egy kicsit. A pótkocsik azok ugye itt szoktak lenni. Meg az az igazság, valami nagyon frankó gépet kellene választanom, hogyha vennék. Egy gyors és erős gép. Azt vennék, traktort. Meg hogyha kihúzunk egy olyan sorskártyát, hogy bukok egy gépet, akkor a krisztált áldoznám fel. Remélem jól fordul, várja. Aha, jó, oké. Okay. Bocs, csak ránéztem. 36 ezer, ez mennyi van? Mit néztünk? Ez körülbelül 8 ezer, vagy mennyi volt? Vagy 6. 6500, az azt jelenti, hogy olyan, hát, majdnem 10 ezer. Tehát akkor egy ilyen 45 ezer pénzért válogathatunk. És figyeljétek, még egy aratás meg lenne, megvehetni a mellette lévő földet, mi? De egyébként kellene nagyobb eszközök, meg nagyobb gép, mert azzal a kicsi kultival én annyira nincs kedvem azzal végig darálni mindent. Valószínűleg meghagyjuk azt is, mert mondtuk ugye, hogy nem nagyon adunk el dolgokat, főleg az olcsóbbakat, de gépet viszont vehetnék. Nagyon lassú, gyenge gépeink vannak. Nagyon. És ekkor a földekhez már nem láttam valami. Ja. Ezek mennek meg a bárányfelők, ugye? Abban is fogy az üzemanyag. Meg lesz a trágyázás, utána el kell vettetni. Az még oké. Okay. Ja nem, izélni kell, bazze. Kultisztatnom kell, mit vettetnem. És a kult, pont kultit kellene, lehet, hogy jó lenne valami nagy tárcsa, meg valami nagy gép, amit gyorsan végig tudja kultizni. És akkor mehetne a vető még egyszer, lehet, hogy itt ki is tudok menni. Amikor följövök, akkor menjek ki mindig egyenesen, azt ne felejtsük el. Ki kell menni, mert ugye itt meg már patak van. Mindenképp a híd előtt ki kell menni ilyenkor. Ó, gyerekek, ez jó volt szerintem ez a kör. Ez mindenképp egy nagyon jövedelmező volt. Úgyhogy vásárolni fogunk. A föld vásárlás az ezután jön. Oké, okay, most egy gép vásárlás jön. A kombány jó. Nem kell nagyobb egyelőre. A izé jó. A vető jó. Nem kell nagyobb egyelőre. Amit beszéltünk, ugye kultizás kellene, kulti kellene. Jó, az egy, akkor egy 45 ezer körül fog ez felmenni, ha jól számoltam. Nem jól számoltam. Ó, 45.083, milyen jó. Jó vagyunk matekból, gyerekek, jó vagyunk. Akkor ebből tudunk vásárolni. Hazamegyek, szépen lerakom a gépet, nem kell itt kapkodnunk. Azért az is durva, hogy körülbelül ennyit, mert igazából nem volt szinte semmi pénzem, 40 ezeret kiszedtünk kukoricába abba a földbe, és nem volt tökéletes, mert csak egyszer volt rágyázva.
Ale ja raz znam na stros, ja znam. Lassú ez a gép, rettenetesen. Egy gyors, erős gép nekem kell. Egy gyors, erős gép és egy... Ja, megtalálgyasztuk 10 hektárt, most írja LOL. Itt ugye visszamegyünk, tuskó mellett, szépen, egyenes, kicsi jobbos, meg is vagyunk. 25-tel kell gordanom a szemet például. Ez egy borzalom, hallod? Azt tudnám használni ugye aratáskor, hogyha egy gyorsabb, erősebb gépet használok. Meg tudnám használni. Ugye a legnagyobb eszköz az nem más, mint egy nagy tárcsa lenne. De valaki, ja, megjegyezte múltkor, hogy nagyon sokat filózok, meg nagyon sokat gondolkozok, hogy hogy kellene tovább vinni a gazdaságot, de hát valahogy muszáj, bazzaj, valamit ki kell találni. Nem legyek fogják összehordani az 1 milliárd eurót, mi? Egyébként így jobb menni a füvön a két kerékkel, mert a közepe az ilyen, így mindent csinál, így meg tök jó kerék közé venni ezt a dűlőt. Ugye megnézzük, hogy mit csinál. Még mindig vet a munkásunk, de szerintem lassan már bevégzi. Ugye itt is át kell raknom majd ide. Erre a felére, de jó lesz. Jó, mert látni. Ilyenkor, hogyha ilyenkor trágyázolunk, tök jó, mert látni. Hogy meddig van megtrágyázva. Például látni, hogy nincs, ugye. Jó, ott még fordul egyet, úgy látom, elmegy a végéig, és szerintem akkor át kell raknom ide. Oké, és kacok. Visszaviszem ezt a pautot is, mert most egyelőre nem kell, és addig vásárolunk. Mindjárt az MTZ-t azt átkozom szerintem. És még mindig nincs egy darab tojás se. Mondjuk egy darab tyúkom van. És egyáltalán fogy ez a valami. Pedig aztán volt időpörgeti, ottan kapirgál. Lehet, hogy egyébként gondolkoztam a tyúkvételen, hogy azt csináljuk, hogy mitől megveszünk 50 tyúkvére, ebbe veszünk még egyet, és akkor veszünk 100 tyúkot, és akkor meglátjuk, hogy mennyit pénzt hoz. De hát ez nem tudom, lehet, hogy nem egy nagy biznisz lesz. Aha, és pont végzett. Ehelyett is kell venni, mert egy az, hogy túl kicsi a tartálya. Ez borzalom. Figyelj, ezt itt lehúzom. Na ugye ez nincs meg. Akkor legyen már tökéletes. Figyelj, ekkora földünk van, akkor legyen már tökéletes a hozam rajt. Úgyhogy mindenképpen kétszer... Kettőször lesz a... trágyázás, és lesz gyomírtás is. Helye? A Péti Show. Nem tudom miért, de felénk azt mondják egyébként a műtrágyának, hogy Péti Show. A Péti Show egyébként, hogyha ki akarsz cseszni a szomszéddal, akkor fogja egy marékkal, aztán dobd az udvarába. Egy kupacra, aztán jó nagy fülye lesz ott. Itt megmaradt egy-két kukorica, majd a vadak leeszik. És akkor itt meg mehet tovább ő nagysága az MTZ-vel, mi meg elmegyünk vásárolni, pénzt költeni. Ne vicceljél. Na gyerekek, akkor. Pénzköltési dolog lesz, pénzköltési... Na nézzük. Mit akartam? A garázsban meg akartam nézni egyébként, hogy állunk. Ja, ez jó, ez jó, ez jó. Remorka nagyon jó. Ez jó. Nagyon jó. Azt nézem, hogy mik vannak, amik nekünk jók, vagy nem jók, ugye. Jó, tökéletes. Ez szar, ugye? Jó. Igazából mindenünk tökéletes. Úgyhogy most gondolkozzunk, hogy mit veszünk. Nézzük meg a kis traktorokat, nézzük át a traktorokat, gyerekek. Kéne valami gyors traktor, ami erős is. Nézzük ő. Ugye ő szintén csak 80 lóerő, viszont 35-tel tud menni. Modokat nézünk, ugye? 55 lóerő, 27-tel tud menni. Dutrát imádom, Franco, csak az a baj, 90 lóerő és 25-tel tud menni. És nem valami gyorsan vagyunk, érted? Még nincs előrelépés, nézzük tovább.
Ó, 82.1. 35-en megy, ugye 81 lóerő. Nem, nem, nem. 81 lóerő. De egyébként meg kéne nézni, mert lehet, hogy tudunk motort belevenni. Valami motorbájtás, na erről beszéltem. Ugye 115 lóerő. 110 lóerő. Nem, ez alapban már ja, ez egy alapban egy izé. Érdekes. 81 lóerőt, figyelj, itt alapban is már 110 lóerő. Tudsz belerakni egy 115 lóerős motort, nem tudom, megturbozzuk, vagy mit csinálunk vele? Még 100. Meg kellene nézni ezeket, mert itt vannak érdekes dolgok. Mert például, mi ez a széleskerekes ide? 105 lóerő. 105 ló, ez például 105 lóerőig lehet húzni. Nekünk melyik van meg? Nekünk szerintem ez van meg, és ebbe motort nem tudunk. 81, 105 lóerő. Be tudnánk rakni egy 105 lóerős motort, plusz 500-ért gyerekek. A miénkbe is. Úgyhogy azt lehet, hogy meg kéne csinálni. Ja, nézem őket, jó? Hogy milyen opciók vannak. Azt mindenképp akkor a miénkben egy 105 lovas motor legyen. UTB. Motorbeállítás. 8000 ér, az a baj, 320 lóerős UTB-t nem akarok csinálni, megmondom őszintén. TB320-es motor kerül bele. Nem. 80 lóerő. Szép az UTB, és sokan kéritek, de várjatok egy pillanatra. Urzus biztos, hogy nem elég. 117 lóerő, 35. Itt az ET. Az ET303-as, 90 lóerő. 32. Nézzük, nézzük, nézzük. Ugye itt van nekünk ez. A kopottunk, a kopott. Nézzük meg a közepes traktorokat. Hogy mik vannak itt, mert itt is vannak ám érdekességek lesznek. Fiat Agri, ezt nagyon sokan kértétek, és 40-nel megy egyébként. Vagy jó páran kértétek, hogy ez a Fiat Agri, ez kerüljön be. Ez felni. Ez csak a merülőmélységet szabályozza, ahogy látom. Vannak itt Johnny-k is, mondjuk ez 33 ezerbe kerül a Fiat Agri, apám, azért az nem olcsó mulatságám. DT Kazaksztán, 90 lóerő, 21, de ez szerintem mindent is visz. Hallod? Ez mindent is visz, testvérem. 90 lóerő. És lehet rá bulldozeres lelőlapot rakni, csatolót. Ugye akkor tudsz hozzá izét. Azt mondja, motorváltás nincs, de kár. Ez gyönyörű egyébként, csak a kiró ez. Ó, jönnek a nagy ágyuk, jönnek a nagy ágyuk. 97 ezer, egy ráva 180, hát azért ez igen, ez igen, ezt azért tudnánk élni szerintem. 11 ezer a Steiger 255 mezőgép, de, vagy 250 mezőgép, de 11 ezerért nem veszük, hanem hozzá iszonyítjuk az árakat, úgyhogy ez minimum 70 ezerbe fog fájni. Ó, T150K gyerekek. 170 lóerővel. Viszont az T150K, az 150 lóerővel 25 ezerért szerintem az reális. Van 14 ezer lóerő, vagy 14 ezerért is. Ilyen jó lelakod verzió. 14 ezerért. Jó lelakod verzió, gyerekek. 150 packa. Nem, 165 paci. Na, valami legyen. Igen, akkor betölteni. Miért nem tölt be a képet? Na. Munkalámpahegyeket lehet ráakasztani. Kerékbeállítás szerintem biztos lesz ikerkerék, igen. Mondjuk ugye ikerkerék az lehet, hogy jót tenne nekünk. Mert ugye mi izék vagyunk. Van az a modifikációnk.
Légkondicionálás, nem kell gyerekek. Ez interjör. Nem tudom, mi ez a bonat. Aha, ja, a hűtőmaszk. Akarunk-e, vagy nem akarunk? Nem akarunk. Mondjuk egy ilyen ikerkerekes dögöt, azt ugye elfogadnék. Mennyibe fáj nekünk ez? 16 ezerbe fájna. Várjátok, oké, maradjunk annyiba, hogy ez így nem lenne rossz. Van itt egy ilyen új is egyébként, szép csirivili. Ha viszont, megnézem gyorsan a nagy traktoroknál, hogy mik vannak. Na ott még szerintem vannak meglepetések. Kroec. Rába Steiger. Rába 300. 100. 160 lóerő, gyerekek. 160 lóerő. 7000-be kerül. Ami jó, ilyen nagyon csúnya, hát ezt nem veszük meg, az nagyon csúnya. Oké, gyerekek. Egyébben esetleg nincsen bent traktor, nincs. Terrautók nem mi van. De nem véletlen bekeveredett valami traktor valahol. Jó, hát akkor a közepes traktoroknál én valószínűleg a 100. Mondjuk egy Johnny-t is elfogadnék, mindig izért. Ugye ezek is, csak ezek nagyon drágák. Fiatal Gri. Sok választásunk nincs, ugye ezt semmiképp nem ennyire vesszük meg, ez röhely, ugye ez legalább legyen 70 ezer körül. Úgyhogy 11 ezer nem opció, mert ez hülyeség. Jó, igen. Ez nem kell rá. Szerszámoslát, semmi. Kerékbájtás, legyenek ikerkerek, és akkor ez lesz a nagy vonóerejű gépünk. Oké? És kacok. Megvesszük. Ez lesz a nagy vonóerő. Egyenlőre. Hány ló van? 165 lóerős tárcsát kellene venni, vagy bármilyen eszközt, ami jó nagy lenne. Tárcsás boronák. Nézzük meg, mi vannak. Van valami rusz kicsodánk. Hát kell nézni mindenhol egyébként, mert lehet, hogy lehet benne. Ez mennyi lóerő kell neki? 160 lóerő, úgyhogy ezt itt szépen minni, és ez mennyi? 6,3 a szélessége. Mindjárt várjátok, még nézzünk még ám. Nézd, boronák ház van. Meg kell mindenhol nézni, hogy hova, mert valamikor úgy belekeveri egyébként a dolgokat. Hol vannak a izék? Megőrülök. Talajlazítok, ne ezt kerestem. Ja, talajlazítok. Ilyen tárcsát be kell raknom mindenki. Figyeljetek, ruszki géphez menjen akkor egy ruszki tárcsa. Ez szerintem. Ez ugye nagyon kicsi, 2 és 6,3 méteres. Ruszki géphez ruszki tárcsa. Legyen peros, mert az olyan jobban néz ki szerintem. Tervezés, diszk. Jó, kerékbeállítás. Szerintem teljesen mindegy, csatolótípus, pótkocsi, vagy hárompontos. Tök mindegy, hárompontos legyen. Jó. Oké. Akkor megvan a izénk, megvan a nagy tárcsánk, ugye? Az IH-t majd megcsináljuk a Steigerhez, hogy van. Akkor kellene nekem egy műtrál növényvédelem, nem növényvédelem. Hanem, hol vagy? Trágyaszórók. És nem trágyaszóró, műtrágyaszóró. Ez, különben ez az elrendezés, ez nekem annyira megőrít, hogy az hihetetlen, gyerekek. Cukor, nem, de egyszerűen nem találom meg soha. Itt van az a műtrágya technológia. Nekünk ez van ugye, ez 7 méter, ez 24 méter bazze. Azért nem mindegy. 24 méter. Mekkora? 950 literes tartálya van. Ennek meg csak 280, 7 méteres, 10 méteres. Jó, gyerekek, hát akkor mindenképpen figyeld, 3000-be kerül, le van szarva, 24 méteres, 950. Jó, hát ez nem lehet kicsi egyébként, erősen
Ezeket piros színeket nem bírom. Piros, fekete. Kapacitás 600, meg lehet még növelni 750-re, 950-re, 950, oké. Meg hogy milyen típusú, de hát ez nem befolyásol mást. Úgyhogy ez oké. Na gyerekek, akkor bevásároltunk, plusz még az MTZ-t elhozzuk. És dobotunk bele erősebb motort. Ezt meg akkor el is viszem eladni. Jó van gyerekek, és pont végzett is. Jó, oké, szuper. Mennyi idő van, srácok? Kicsit hosszú a videó, mi? De nagyon-nagyon élem, nem bírom ki. Az MTZ-be rakunk egy nagyobb motort, ezt eladjuk. Maradt még 21 ezrünk, ugye meglett akkor a T-150K egy ruszki nagy tárcsával, ami nagyon frankó. Gyerekek, úgy érzem, hogy sinem vagyunk. 21 ezrünk még meg is maradt. 21 ezrünk még meg is maradt, és a következő vetésnél és aratásnál majd, hogy nem össze fog jönni a következő földre való 70 ezer. Minél hatékonyabban próbáljuk megcsinálni. Gyomírtunk minden, és akkor esélyes, hogy össze fog jönni. Jó, gyerekek, nagyon, szuper jó állunk. És utána meg valószínűleg fogunk esetleg gyűjteni a rábákra. A kopott rábának szerintem belövöm az árát ilyen 65-70 ezer, az új rábának ugye marad annyi, amennyi. A 180-asnak ugye nem is tudom mennyi volt, 90 ezer, ezek szerintem olyan jó áraknak mondhatók. Ezt konfiguráljuk. Ez még ugye pénzbe kerül, de hát ez muszáj. Ja, egyébként jó, le van amortizálódva, nem tudom, az is lehet, hogy befolyásol a teljesítmény, majd mindjárt van, nézzünk. Javítsuk meg, 68 ér, oké. Konfigurálás, egy nagy motort, bele, bazze. Nincs, de van. 105 lóerőt neki. Oké. Mindjárt jobb, biztos jobb lesz a gyorsulásunk kicsit. Nem hiszed el? Ez kapott egy turbót. Elmondom nektek. Turbó hangja van, beszasz. Nagyon jó. Turbó hangja van. És látszik rajt? Nem látom. De turbó hangja van. Fütyül. Fütyül a turbó, Rick. Na, akkor vigyük az egyikkel. Mit rágya szórok mondjuk. Nem hiszem, a turbós lett az MPZ-nk. Ez nem ki... Az öcsém, ez nem kicsi az mit rágya szórok. Ez majdnem emeli az elejét a gépnek. Jó, egyelőre nem akarok másra költeni. Hát igen, egy kicsit jobban gyorsul a Verda. Ugye tárcsázni kell, és a T-150K-t ki fogjuk próbálni tárcsázásra, a következő részbe szerintem már, valószínűleg. Jó. Fejlődik a dolog. 24 méteres, na hát azért lehet csapatni, nem kell szarakodni olyan sokat. Meg is kellene tölteni majd. Meg ugye 950 a kapacitása, a másiknak 300 volt, tehát egy ilyen földet ugye töltöttünk kétszer, akkor ezzel le fogjuk fogni az egész földet egyszerre. Jó, tök jó. Nagyon, nem tudom mondani, mennyire bírom ezt az egészet. Élem. Ó, és ugye le is kéne rakni ide, ugye azt mondtuk, hogy az eszközök, függesztett eszközeink itt vannak. De egy kicsit majd át kell rendezni, mert itt már kezd kicsi lenni a hely. Na figyeljetek, a vetőt megkapja ő. Ugye? Na. Na mi a fasz? Nem azt akart. Nyomom az R-et, de nem akarja megtölteni. De vajon miért? Miért nem tölt, hogy nem? Esküszöm, nyomomogatom az R-et. Hidva is van a izője. Tartály. Nem tudom, miért nem tölti.
mi oka van. Ott van ugye a mag is, ott van a műtrágya is, mind a kettőből kellene töltenie. Az nem tölt. Várja. Elmegyünk. Lehet, hogy egyből ott voltunk, ott vagyunk mellette, és akkor nem nagyon szereti. Igen, az volt szerintem a baja. És még a magot nem akarja tölteni. Megőrülsz. Érdekes. Odébb megyek, meg ide jövök, azt akkor talán jó lesz. Várja? Ja, ezzel a vetővel akkor el van engedve az a dolog. Figyeljetek, mindenképpen meg akartam próbálni a repcét. A repcét meg akartam próbálni, mert azt elég sokan mondtátok. Úgyhogy esélyes, hogy akkor repce lesz. Mert ugye ezzel nem tudok kukoricát. Megnézzük, a repce az mekkora hozamot fog garantálni nekem. Ugye 40 ezer volt a kukorica. Nem is baj, hogyha egy kicsit így végignézegetjük ezeket a dolgokat. De várjatok, egyelőre még van egy kis dolgunk. Azt a betyár úristenedet. És ez az indító motorral indulja. Mondjuk ennek az indítása az nem egyszerű. Én mindig nyomom a gázt, hogy minél indult el. Milyen elég hosszadalmas neki. Törzscsuklós gép. Jó. Eszméletlenül gyorsul, nagyon erős. Ruszki tárcsa pont illik hozzá, ugye 165 lóerő a gép, 160 lóerő kell a tárcsának, ennél jobb kombináció nem kell. És igazából ki is mentek itt a földre. Dupla kerék ugye jobban fogjon. Figyeljétek, itt át tudunk menni erre a földre, itt mögöttünk lévőre. Hoppá. Kicsit nagyon lassan fordul át egyik oldalról a másikra. Baza, viszi mind a rongyot, hallod? Ez nagyon adja. Viszi mind a rongyot, úristen. Hát ezzel nem lesz gond, úgy látom. Ez nem kérdez vissza, gyerekek, ez a gép. 165 lóerő, 160 kell a tárcsának, de meg sem ukkan. Nagyon megy. Kapcsoltam egy tempomotort, ne kelljen már nyomnom a gázt. Egyébként jó hangos. Hát, hogy belső. Van kis ventilátorunk, minden. Hát ez nagyon jó. Ez bika, bika ez a gép, nagyon bika. Jó, figyeljetek, ekkora... Ekkora területre már mindenképp kellenek ilyen gépek. Nagyobbak. Ó, nagyon, nagyon jó. Szép, júj, tetszik. Rá vagyok hangolódva most erre. Egyszerűen úgy viszi, hogy a gyorsulása, lenyomom a gombot, és akkor instant 15. És nagyon kevés a slipje, 6%. Meg a motorlódja, látjátok, hogy nincsen 100%, tehát nem. Nincs is kihasználva 100%-ban a motor, tök jó.
Körbe húzom a földet akkor ma. Á, nagyon jó. Meg szerintem ezek a dupla kerekek, ezek nagyon hatékonyak ezen a földön. Ugye ezzel a moddal ezzel a realisztikus a föld kerék kapcsolat móddal, nem tudom, hogy nevezzem. Hát ez jó választás volt ez a 1050K, ez nagyon adja, nagyon bírja. De a műszerek szinte ugyanazok, mint az MTZ-be. Főleg ott a kormánytól nagyon nem látni a üzemóramérő, ugye. Az irányítás az ugye nem egyszerű, meg kell szokni, mivel törzscsuklós. De hogy ez a szigetelőszöleggel betekert kormány, vagy nem tudom mi, ez borzalom. Nagyon tetszik. Jóféle. Jóféle gyerekek, jóféle ez a verbe. Bírom. Tökéletes. Az első erőgépünk, nem? Amelyik igazából így nem olyan gyenge. Jó, megmondtam. Tényleg el vagyok ragadtatva tőle. Egyébként kipróbálnám az MTZ-vel is ezt a tárcsát. Lehet visszafele megpróbáljuk meghúzni vele, de mondjuk hülyeség, mert ez erre van tervezve, ez tökéletes ezzel. Hát ez nagyon megy vele, jó, tök jó. Jó van gyerekek, ezzel meg is vagyunk. Le lesz tárcsázva, akkor utána mehet a vetőgép is. Hát a vetőgép az tökéletes lesz ugye az MTZ-nek. Aztán elvileg akkor duplán megvan. Akkor duplán megvan trágyázva, és akkor már csak majd a növényvédelemre kell foglal, azzal kell foglalkoznunk. Hát nagyon bánom, hogy az a vető ez nem tud kukoricát, de így jártunk. Szuper gyerekem. Tökéletes. Nagyon jó a gép. Jól is néz ki, le van rohadva, tökéletesen illeszkedik a TS-ünkhöz. Milyen hangja van, ugye? Sparkle matrica, ilyen tipikus, amikor így ilyen szedetvedett matricákat találsz, ezt mindenhol felragaszgatják, nem? Nagyon jó, szuper. Jó van. Na, izét megnézem még, várjátok, annyi a vetőgépeket hadd lássak rá. Ültetőgépek. Hol vannak a vetőgépek? Komolyan mondom, én annyira nem veszem. Én nem látom ezeket, így még itt van lenne. Itt a Johnny, figyeld! Itt a Johnny 6000 ér. 6 méteres vető, és tudja a kukoricát, bazzen. Gyerekek! Johnny 6 méteres vetője. Nagyon túléptük az időkeretet, ezt meggondoljuk, ezt a Johnny 6 méteres vetőjét, kis John Deere. Tudná a kukoricát, meg tud ugye trágyázni is instant. Ez még a krumplit is tudja, látjátok, van ilyen vető, hogy még a krumplit is, nem hiszem, hogy van olyan vető, hogy... Nézed, liter? Ott van lóerős engine kell neki, nem rossz. Ezek nyilván nem modok. Ja, az a Johnny vető, az kukorica az jó lenne. De a repcét meg kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne rajt. Na jó van gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, csá, csubi, csöp!